az afganisztáni hadszíntéren a legnagyobb veszélyt jelenleg az utakon elrejtett improvizált robbanószerkezetek jelentik. Nem véletlen, hogy aki csak teheti, levegőben utazik. Ennek megfelelően széles választékkal bíró légi taxirendszer épült ki Afganisztán felett. Vannak céljáratok, melyekkel egyik bázisról a másikra is vissza lehet eljutni, és vannak körjáratok, ahol egy-egy géppár több bázist érintve több óra alatt repüli körbe a számára kijelölt területet. Ehhez persze rengeteg repülőgép is kell. Ennek megfelelően igen zsúfolt volt Mazar-i-Sharif repülőtere is, számos katonai és civil repülőgép érkezett és indult a nap minden órájában. A repülőtéren dolgozik a Luftwaffe C-160D Transall alakulata is, mely többek között Mazar és Kabul között biztosít légihidat. Egy helikopteres körjárattal jutott el stábunk is Mazar-i-Sharif repülőteréről a HM tartományi újjáépítési csoport táborába, Polekumriba. A Black Hawk Chinook páros, hiszen biztonsági okokból minden helikopteres szállításnál legalább két gép repül együtt, egy megálló után érkezett meg Camp Pannonia öklömnyi kövekkel borított leszállóhelyére. A levegőből jól láttuk, hogy mezőgazdasági termelés csak ott zajlik, ahol víz is van, a folyóvölgyekben. Az afgánok híresek a sok száz éves gyakorlattal tökéletesített öntöző csatorna rendszerükről. Így a folyótól messzebbre is képesek elvezetni az életet adó vizet. Ha van elegendő víz, akkor évi két aratás is lehetséges. Ha viszont nincs, akkor élet sincs. Élesen különülnek el a sivatagos és a zöld területek akár egyetlen méteren belül is. A leszállást követően a lehetőségekhez képest gyors helycsere alatt sem állnak le a helikopterek hajtóművei. Még üzemanyag utántöltés közben sem. Bármilyen támadás, váratlan esemény során ugyanis a lehető leghamarabb kell elhagyniuk a leszállóhelyet, hiszen a gép pont itt, álló helyzetben, a földön a legsebezhetőbb. A minket szállító járat esetén sem volt ez másképp. Az utas és csomagcserét követően a Black Hawk maximális emelkedési sebességgel csatlakozott a türelmesen köröző, a területet szemmel tartó Chinook mellé. Majd repültek tovább, átbukva a tábort körbevevő hegyormok felett. Minden évben különleges figyelmet kíván a magyar katonák részéről is az iszlám ünnep, a ramadán. Polekumriban találkoztunk Bodnár András őrnaggyal. Mint a civil kapcsolatokért felelős tisztnek, számára különösen fontos, hogy a katonák tisztában legyenek a bőti hónap jelentőségével. Elsősorban az volt a feladatunk, hogy felkészítsük az állományt a közelgő ünnepre, tájékoztassuk őket arról, hogy mi várható a helyi lakosok felől, mire kell számítaniuk, milyen új, eddig nem alkalmazott rendszabályokat kell bevezetni, annak érdekében, hogy minél kevésbé zavarják a lakosoknak, a helyi lakosoknak az életét, minél kevésbé avatkozzanak be az ő életükbe. Sokkal körültekintőbbnek kell lennünk. Vannak azok az alapszabályok, amelyeket jó betartani, de ez alapvetően nem befolyásolja a tevékenységünket. Immára nem első alkalommal, de jelen helyzetben is több nemzetkatonájával szolgálhattam itt a tartományi újjáépítési csoportban, és engem leginkább az fogott meg, hogy milyen nagyszerű dolog az, amikor különböző kultúrákból érkező, különböző nyelvet beszélő katonák egy cél érdekében összefognak, és megpróbálnak valami olyat tenni, ami mindenkinek a megelégedésére szolgál. Vannak olyan kiemelt területek, amik mindenképpen több figyelmet kell, hogy igényeljenek. Ezek között én gondolok elsősorban az oktatásra, gondolok az infrastruktúra fejlesztésére, és nagyon fontos, hogy megfelelő együttműködést szervezzünk a helyi szervekkel, a helyi kormányzati szervekkel, annak érdekében, hogy amikor majd eljön az a pillanat, amikor a katonák távoznak a tartományból, akkor a helyi vezetők megfelelően lássák el a feladataikat, a helyükön legyenek, és azokat a funkciókat is teljes mértékben átvegyék, amit eddig részben vagy teljes egészében a katonák működtettek. Amikor leszálltunk a repülőgépről, meglátta az első port, mert mi tavaly is itt voltunk, fogta magát, hanyat feküdt, belefetrengett, és azt mondta, hogy akkor újra itt van. Ennyi. Ezek a kutyák kifejezetten robbananyagot keresnek bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között. Nekik igazából mindegy, hogy ezt mikor, hol csinálja. Dolgozik, sportolunk, sétálunk, labdázunk, játszunk, jól érezzük magunkat. Harmadjára jöttem most Afganisztánba. Nagy kihívás, én úgy érzem, mert
Afganisztán mindig megújul, tehát itt 2 év alatt a világ 10 évet halad előre, tehát körülbelül annyi a változás, mint Európában egy évtized alatt. Ezért mindig kihívás számomra Afganisztánba megérkezni, a feladatomat ellátni, irányítani a részleg munkáját, illetve a fejlesztési tevékenységet, amit a PRT végez a tartományban. A tartományban rendelkezésre áll egy 5 éves fejlesztési terv. Hát ez több mint 2000 projektet tartalmaz, egy óriási, úgymond kívánságlista. Ebből azért bőven lehet meríteni. De minden esetben törekszünk arra, hogy a projektek végrehajtását megelőzően koordináljunk és egyeztessünk az afgán kormányzattal, a megfelelő hivatalokkal a projekt részleteiről. Tehát nem mi vagyunk a projekt urai és gazdái, hanem az afgán hatóságok, az afgán kormány, hiszen nekik kell a feladatukat ellátni hosszabb távon az átadást követően.